Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban ismét a média manipulációs technikáiról lesz szó, a propagandáról, arról, hogy hogyan próbálják elhitetni az emberekkel azt, hogy a nőket tárgyiasítja a társadalom, és hogyan próbálják meggyőzni a nőket arról, hogy az, ahogy a nők viselkednek, annak semmi köze nincs ehhez az egészhez. Ez a tanulmányhoz fel fogjuk használni az egyik legszánalmasabb és primitívebb weboldalt, amit én valaha is találtam, ez pedig a brightside.me. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Előjáróban annyit, hogy én úgy gondolom, hogy nem kell a nőket tárgyiasítani, hiszen a nők tárgyiasítják magukat azzal, ahogyan viselkednek, és ez mindenki számára most már evidens lehet, hiszen a közösségi média oldalak bizonyítékot szolgáltatnak erre. Elég csak mindenkinek megnézni a saját ismerősei közösségi média oldalait a különböző platformokon, és rá fog jönni arra, hogy a nők életkortól függetlenül... Tisztelet a kivételnek, a legnagyobb erőfeszítést abba teszik, illetve arra fordítják, hogy kialakítsanak magukról egy képet, ami nem a valóság. És ez természetesen nem probléma, hiszen mindenki ezt csinálja, férfiak, nők, gyerekek. Utána arra panaszkodni, hogy tárgyasítják őket, az képmutató. És mint oly sok minden a feminizmussal kapcsolatban, ez csak egy, amire szerintem érdemes a figyelmet ráirányítani. Jobban nézel ki. Annyira büszke vagyok magamra. Panaszkodni arra, hogy tárgyasítanak, az csak akkor érvényes, hogyha a viselkedésemmel én nem támasztom alá. És nem erősítem ezt a viselkedést. De nézzük először a panaszokat sorban. Itt van például egy magas röptű cikk a vmn.hu weboldalról. Olyan szinten retardált, hogy az ember még ilyet nem látott. A szexuális tárgyasítás során a személy a másiknak csupán a testével, a test részeivel törődik, azokat használja gyönyörködésre, élvezetszerzésre, és szinte teljesen megfeledkezik arról, hogy egy érző, gondolkodó, egyéni szükségletekkel bíró emberi lény áll előtte. A testi jellemzők kerülnek középpontba, miközben háttérbe szorulnak az érzelmi, társas, intellektuális értékek. A pszichológiában rengeteg kutatás készült már e jelenségről. Az objektifikáció nem csak a dehumanizációval függ össze, hanem azzal is, mennyire tartunk valakit kompetensnek, mennyire aggódunk érte, vagy azt gondoljuk-e, vele gyakorlatilag bármit meg lehet tenni. Raktározza el mindenki az elméjében ezeket a sorokat, mert vissza fogunk térni még ide a későbbiekben. Arra azonban már most felhívnám a figyelmet, hogy a nők ezért küzdöttek. A szabad szex, szabad szerelem, az, hogy váltogathassák a partnereiket, hogy azzal feküdjenek le, akivel csak akarnak, akkor, amikor akarnak. És ezt ráadásul ki is használják, ezt a lehetőséget és jogot, mint ahogy azt teszik a mai világban, az ezzel jár, hisz ők is ezt csinálják. Senki nem mondja a nőknek, hogy öltözzenek le az interneten, mégis ezt teszik. Ezt teszik a Facebookon, ezt teszik az Instagramon, a TikTokon, és mindenhol, ahol csak tehetik. Ez történik nyáron, ez történik a strandon, az utcán, a boltokban, a diszkóban, mindenhol. Nem kényszeríti senki a nőt arra, hogy saját magát szexualizálja, mégis ezt csinálják. Kinek a hibája ez? Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm! Én nem akarom bántani ezzel a nőket, én segíteni szeretnék az új generációnak, hogy felejtse el a feminizmus hazugságait, és válassza azt az utat, amit az atya elrendelt nekünk. Eszter alapítvány a következőket írja, a nők tárgyiasítása és a tárgyként való kezelése óriási probléma. Nincs az életnek olyan szintere, ahol ne jelenne meg valamilyen szinten a tárgyiasítás.
munkahelyen, közlekedési eszközön, de akár egy egyszerű bevásárlás alkalmával. Folyamatosan ki vagyunk téve a minősítő megjegyzéseknek, melyeknek egy nagy része teszem hozzá másik nőktől jön, akik sokkal gonoszabbak egymással, mint amilyenek a férfiak, és sokkal kritikusabbak is. Egy kivágott ruha vagy egy miniszoknya azonban nem ok arra, hogy lekezelően bánjanak velünk úgy, mint egy darab rongyal. Természetesen nem azt mondom, hogy csak azért, mert valaki úgy öltözik, mint egy prostituált, ezért őt már lehet degradálni, vagy lekezelően bánni vele. De nem én vagyok a társadalom a többi emberekből áll, én nem bánok így velük, én megértem azt, hogy valami probléma van az emberek fejében, hogy mesztelenül menjenek ki az utcára, és igyekszem együtt érezni velük. De miért ne bánna valaki úgy egy nővel, mint egy hús darabbal, aki úgy néz ki, mint egy húsdarab. Mert mi szépek vagyunk, és van érzelmünk is, érzelem intelligenciával rendelkezünk. Hogy nézzen az ember másképp ezekre, mint egy darab húsra, hisz úgy van felöltözve. Van, aki nincs alsó nemű, átlátszik az egész ruházat, aki van a fél teste, és csodálkozik azon, hogy valaki tárgyiasítja. Hát hogy másképp nézhetne az ember erre? Ha nincs méltóságom, ami belülről árad, és nem öltözök annak megfelelően, akkor ki fog alakulni az emberekben egy kép, és az ilyen lesz. Nem vonhatom felelősségre a társadalmat, a világot azért, hogy néz rám. És az ilyen szemét oldalak, mint ez az eszteralapítvány.hu, ahol még mindig a feminista propaganda megy, 70 évvel azután, hogy elkezdődött a mozgalom. Ez az egyik legnagyobb probléma. Szóval a fiatalabb nemzedéknek csak felhívnám a figyelmét arra, hogy a problémát mindenki magában keresse elsősorban, hogyha valami nem tetszik a világban. Ugyanis az egész világ emberekből áll. Egyének alkotják ezt a világot. Mindenki kezdje el megváltoztatni saját magát azt, amit tud. Öltözön úgy, mint egy civilizált ember, mint egy nő, akinek van méltósága, aki ad magára, aki úgy gondolkodik magáról, hogy ő értékes, hogy ő számít, hogy ő nem csak egy test. És majd utána a külvilág alakulni fog ehhez. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo a útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo a útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.